Körülbelül úgy szerint, hogy beszélgetünk, és akkor csináljuk a felvételt, jó, és akkor az úgy normálisabb is, mint az úgy. Győri Enikő 1968-ban született Budapesten. Közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, tanult az Egyesült Államokban, emellett Mexikóban és Spanyolországban végzett szakmai gyakorlatot. 2000-ben doktori címet szerzett. 1992 és 1999 között az Országgyűlés Európai Uniós Ügyek Bizottságának fő tanácsadója volt, majd a polgári kormány római nagyköveteként dolgozott. 2003 óta a Fidesz frakció Európai Uniós munkacsoportjának stábfőnöke. 2002-ben az Olasz Köztársaság nagy keresztjével tüntették ki. Családos, két kisgyermek édesanyja. 1999-ben kaptam egy felkérést Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy Rómában képviseljem a Magyar Köztársaságot. Jelenleg szakértőként dolgozom, és a feladatom az európai parlamenti választásokra a program összeállítása. Ez nem azt jelenti, hogy én írom az egészet, nagyon sokan dolgozunk rajta, de az én feladatom, hogy egy egységes szöveget készítsek a sok alapanyagból. Sosem fogom elfelejteni a jelenlegi miniszterelnöknek azt a mondatát, amelyet a tagságunk első évfordulóján mondott, hogy lám, milyen jó, nem történt semmi. Ezt mondta 2005. május 1-én. Én ezen nagyon felháborodtam ezen a mondaton, mert azt gondolom, hogy ez elég nagy baj, hogyha az emberek nem érzékeltek semmit. Ez azt jelenti, hogy megúsztuk a tagságot, már pedig a történetnek nem erről kellene szólnia, arról kellene szólnia, hogy Magyarország kamatoztassa ezt a tagságot, hogy az emberek érezzék, hogy van értelme az Unióban belül lenni. Magyarország azt az induló előnyt, amit élvezett, azt nem csak hogy elveszítette, hanem hogy most már az utolsó között kullogunk, nem érzik a polgárok, hogy nekünk ez hasznunkra van. Márpedig meggyőződésem, hogy ez hasznunkra lehetne, ha ezt itthon nem így csinálnánk, ha forrásokat nem elherdálnánk, hanem észszerűen használnánk fel. Elég sok veszélyt látok. Ugye az Európai Unió komoly kihívások előtt áll, és fennáll az a veszély, hogy ezek az új kihívások esetleg forrásokat vonnának el a felzárkóztatástól. Mivel Magyarország most rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van, számunkra létfontosságú, hogy a legalább a forrásoknak az a szintje, az annyi támogatás, ami eddig volt, az majd az Európai Unió következő költségvetési ciklusában, tehát 2014-től is rendelkezésre álljon. Az Unió ne legyen szűkmarkú, foglalkozzon az új kihívásokkal, de ne feledkezzen meg arról sem, hogy felzárkózás nélkül nincs erős és nincs egységes Európa.